fogadó Pásztor külterületén a 21-es főút mellett a Mucsi-dombon található. Kravár Ágnes építész tervei alapján 1976-ban emelt épület eredeti neve Cserhát vendéglő volt, és csak a későbbiek folyamán kapta a Mátra kapu nevet. A főépület alsó részén diszkó és szórakozóhely, a középsőn az éttermi rész, legfelül pedig szobák voltak kialakítva. A fogadó minden kétséget kizárólag a 80-as években élte aranykorát. A lenti bejárat le van zárva, és bár táblák figyelmeztetnek, se őrt, se kutyát, sem pedig kamerát nem láttam sehol. A fogadóhoz vezető úton több elhagyott faház is van, ezek mind a vendéglő kemping részéhez tartoztak, amikben összesen 70 ember számára tudtak férőhelyet biztosítani. Még egy autós mozi is volt a főépület északi részén, ami a 2000-es évek elején, évekkel a fogadó bezárása után is üzemelt, és aminek a kivetítője a mai napig is ott árválkodik a főút mellett. Az interneten a kommentek között böngészve rengeteg visszaemlékezést lehet olvasni, legtöbben jó emlékekkel, nosztalgiával gondolnak vissza az egykori fogadóra. A romos épületek között kanyargó aszfaltlapokból kialakított úton néha autóversenyeket is szoktak rendezni. A fogadó egyesek szerint pénzügyi viták miatt zárt be 1997-ben, az őrzés nélkül maradt épületet pedig hamar megtalálták a fosztogatók. A 2000-es évek közepén még néhány hűtőszekrény is megmaradt az épületben, de mára már csak a vasbetonváza árválkodik az egykor híres Cserhát vendéglőnek. A fogadó újra üzembe helyezése feltehetőleg több 100 millió forintba kerülhet, így ha nem kerül elbontásra, nagy valószínűséggel még sokáig gyönyörködhetnek a szellemépületben a mellette elhaladó autósok. Egy helyi újságban 1994-ben a bezárását megelőzően 3 évvel az akkori tulajdonos kérdezték a fogadóval kapcsolatban. A cikkben felújított étterem részről, újonnan átadott körpanorámás teraszról és szállodai szobákról írnak. Szinte hihetetlen, hogy alig pár év alatt szertefosztott minden álom. Na szóval itt vagyok a kereszteződésben, balra 60-ba, jobbra pedig Salgótarján fele lehet elmenni. Látszódik a táblán is. Szóval, ott van fenn az egykori étterem, és ugye ott van az egykori autós mozi is, mert erősen föld van oda elé hordva, szóval igazából már csak a kivetítő mutatja azt, hogy itt valaha egy autós mozi volt. Napon szem vagyok, szóval annyira nem jó, igen. Na, itt álltam meg. De szerintem le fogok odaállni, mert hogy ne legyen útban mégse. Elég nagy kamionok jönnek errefele. Eléggé kísértetiesen néz ki így az épület. Hát én azt mondom, hogy nézzük meg. Na, szóval leálltam ide inkább belőle, mert nem biztos, hogy jó hely lett volna az autó. Itt van felettem a fogadó, és ugye ott az egykori autós mozi. Most fogalmam nincs, hol kell fölmenni. Igazából inkább a GoPro-t vettem most elő, mert ugye a beltéren inkább a nagy látószöget preferálom. De itt van a másik kamera is, mert a vágóképekkel még nem végeztem. Hát megmondom, hogy fogalmam is, hol kell fölmenni, de szerintem errefele megy egy út. Nyilván akkor valahol itt kell fölmenni. Talán. Aha. Azt a rohadt élet, de komoly. Ez de komoly. Kamerával megfigyeltem, ez lehetett akkor a parkolója. Szerintem. Mégis bungalók is vannak még itt, bakker. Tök tetszik. Itt ennyire katifántos út ment felfele akkor. Fú, hát akkor ez egy rohadt hosszú út lesz. Amúgy azt az információt kaptam, hogy elvileg
nem néha, hanem elég gyakran járnak ki ide airsoftosok, ahogy látom. Ahogy látom, ez egy vagy tanulópályának alakították át, vagy versenypályának ki kell kerülni autóval. Szerintem. Hát ezeknek már annyi, ezeknek a faházaknak. Ami az előbbi kiírás szerintem tök egyértelműen kamu, mert itt nincs semmiféle kamera, nincs semmiféle őr, legalábbis remélem. Szóval nem azt mondom, hogy járható, mert nyilván mindig magánterület, magántulajdonban van. De ha már szerintem, akkor ezt mindenképpen megnézem és be akarom mutatni. De ezekben nem megyek, mert egyrészt nem lehet, másrészt szerintem meg tök fölösleges. De igen. A rendszerváltás előtt jól megszokott betonlapokból van kirakva az út. Egész jó állapotban igazából. Ahhoz képest, hogy lassan 20 éve bezárt. Na. Itt van. Az is lehet, hogy ahol bejöttem, ott van felfelé egy lépcső. Nyilvánvalóan. Csak benőtte a gaz. És nem vettem észre. Komoly. Az autós mozi. Egy pár izé kivetítő rész, az még benne van. Aha, ott az épület. A vetítő épület. Komoly. Nyilván ez valamilyen fogadó kapu lehetett. Ugye gépkocsi bejáró, meg a személyzeti bejáró. És doppergés. Itt van maga az épület. Egész jól néz ki. Szerintem eszméletlen hangulatos. Ilyen autóversenyeket szoktak rendezni, vagy valamilyen drift gyorsulási féléséget. Onnan is jön egy út, aha! Itt hát egy ilyen kis fordulót alakítottak ki igazából, hogy buszok is be tudjanak jönni, ne kelljen forgolódniuk. Na. Tetszik. Szerintem előveszek egy lámpát. Azt elsősorban tudni kell, hogy a legfőbb ok, amiért ide eljöttem most, az az, hogy kaptam egy olyan fülest, miszerint, ami elég valószínű, ahogy látom, egy út fog épülni itt a közelébe, és nem biztos, de valószínűleg le fogják bontani a későbbiek folyamán az épületet, mert útban lesz. Nem tudom, hogy mikor, de nyilván jobb később, mint soha. Szóval, that's why I'm here. Ezért vagyok itt most. Na, itt a lámpa is. Itt volt nyilván egy lépcső, meg szerintem itt is kellett neki lennie. Vagy csak egy ilyen... Nem is tudom, érdekes. Talán itt volt egy ilyen mozgássérültek számára kialakított lépcső. Szerintem kezdjük lent és haladjunk egyre fölfele. Ugye rengetegen ide dobálják be a szemetüket. Hát meg ugye lopott cuccokat, táskákat, meg az ilyeneket. Szép lehetett valamikor fénykorában. Elvileg nincs itt hajléktalan, mert ugye hát távol van mindentől, de hogyha van, akkor csokolom. Ez egy ilyen alsó szint volt. Jól látom. Itt lehetett, aha, ott jöttem be. Itt lehetett az ilyen, de biztos van, itt lehetett az ilyen szórakozó hely. Talán. Ah, itt is van egy lépcső. Itt meg még egy kiárat. Aztán látom, hogy ez volt a fő bejárat. Az a jó ezzel kapcsolatban, hogy találtam egy olyan oldalt, ugye a videó elején láthattátok, amiben
egy csomó egykor itt járt személy írt kommentet ehhez a cikkhez, ami erről az épületről szólt, és így egész jó volt így visszaolvasgatni. Na hát ennyi volt az alja, csináltam egy kört, meg ugye itt is vannak még kisebb helyiségek. Hát nagyon sötétek ezek a szobák, az a baj. Itt lehet, hogy valaha hajléktalanok voltak, hát nyilvánvalóan voltak valamikor. Tele van szóra szeméttel, abszolút fullra. Tehát ez ilyen csontva az épület, ez is abszolút nincs itt senki, nincs lezárva. Hát egy ilyen szalag fel van húzva, de hát ez hova nincsen. Na, első szint. Nagyon rossz, hogy ezek a sötét falak elnyelik a fényt, ennyire elnyelik a fényt. Az egyik ember írta és kommentelte, hogy 97-ben, 98 környékén, akkor itt járt a bezárása után néhány hónappal, még itt voltak a hűtők, meg az ilyen hasonló dolgok. Fú, ez valami elképesztően feelinges, gyerekek. Milyen nagy teteje van. Ha, ez nagyon komoly. Hát ez nekem rohadtul tetszik. Itt is voltak nyilván asztalok. Le van csempézve. Terasz rész. Akkor azt hiszem csak ennyi. Valószínűleg nincs még egy szintje, mert eléggé magas itt a tető. De mindjárt körülnézek, hát ha rosszul láttam. Na, és ilyen a kilátás, gyerekek. Egész komoly. Itt valószínűleg a zenekar lehetett, hogyha volt élő zene, egy ilyen kis színpadszerű. Tök feelinges lehet, hogy így háttérben voltak ablakok. Itt volt a zenekar, vagy élő zene, vagy csak a hangtechnika. Itt pedig evett a nép. Most meg minden az enyészeté. Azért volt kilátás. Nem lehetett okpanaszra. Imádom, ha tévedek. Van még egy szint. Hú. Aha, itt meg a szobák voltak, ugye? A panziónak a része, aha. Tök jó kis kilátással. Fürdő. WC. Még egy WC, még egy fürdő. Egy nagyobb szoba. El volt választva. Hoppá. Csak nem szakadt be. És ugye itt jöttem fel. Itt. Komoly. Hát ez nekem abszolút tetszik. Nem tudom ki, hogy van vele. Itt is egy kisebb szoba. Hát eléggé instabil. Vékonyak voltak a falak. Eléggé. Na, akkor még a végén beszagad a laktam. Ja, igen, előbb itt néztem be. Ah, de komoly. Kinőtt itt egy egész fa. Itt volt valószínűleg a
Vagy ezek nem is szobák voltak? Hát itt van egy bejárat. Valószínűleg valahol volt a WC meg a fürdő. Talán itt. Ez itt rohadtul mozog. Nyilván beszakadni nem fog, mert alatta csak van még valami gerenda. Itt is kinézünk. Aha! Valami... Valami rásett a fejemre. Komoly. Hát nekem tökre tetszik. Ott jött be az út. Valamikor. Hát kár ezért az épületél, nekem tökre bejön. Tök jó helyen van. A Mucsi dombon így hívják, ugye itt volt a kapcsoló. Mucsi dombon található Pásztó mellett nem messze. Ja, itt még nem voltam. Ez a lépcső fölött volt, de hát ez nem tudom. Tetőszerkezet lehetett? Hát ott vannak ablakok, tehát ez is egy szoba kellett, hogy legyen. Vagy valami közös. Nem tudom. Elég fura kialakítása van. Minden esetre. Nem, ez nem valószínű szoba volt. Szerintem ez a tetőtérhez tartozhatott. Na visszamegyünk a fő csarnokba. Ja, itt voltam. Ja igen, itt voltam. Ez volt az egyik szoba. Ugye. Ez már beszakadna alattam. Mondjuk ide is fel lehet mászni, ahogy látom. Ja, csak most nem mászok fel, mert szerintem sok értelmet nem igen látom. Szerintem abszolút feelinges. Nekem marhára bejön. Aki volt itt az étteremnek a fénykorában, vagy a bezárása előtt a 70-es, 80-as, 90-es években, mindenképpen írja meg kommentbe, hogy milyen volt, milyen élmény volt, mire emlékszik. Láttam egy kommentet, akinek akinek az esküvője utáni buli az itt volt 95-6-ban talán, hogy jól emlékszem. Szóval érdekes felidézni ezeket az emlékeket, amik ezzel a épülettel kapcsolatosak. Ennyi lett volna ez a videó. Én Hangya Gyula voltam. Sziasztok!